44. fejezet Az urak napestig ott állongtak Attila sátora tornyán, szemlélték a római sereg letáborozását. Én csak a mi sátorunkról nézelődtem a nagy hűségben. A síkon messze el lehetett látni, s hallgattam az öreg vitézek megfigyeléseit. Ni, mondotta az egyik, középre az alánokat állítja a római, és valóban látszott a seregek elhelyezkedésén, hogy azt a mozgó nádast középre illeszti Aécius. Szangibánnak a hada az. Talán gyanakszik arra az ingadozó emberre azért hagyja középen, vagy talán a hosszú dárdáknak a derékhad védelmében lesz dolga, ki tudja. És csak ugyan dereka-e? Hol a közép az így rengeteg ember sokaságban? Né, mondotta a másik. A burgundok is ott vannak, a frankok is. De mi a macskát akar a római barról? Mert a csillogó római sisakok valóban barról helyezkedtek el. Elejük odahúzták a nyillövő meg a követőket. A jó szeműek látták. Be akarják keríteni Attillát, röhögött egy széles vállú testőr. Rám pillantott, s meglátta fejemen a csegének sisakját, vígan kiáltott rám. Nini, talán te is harcolsz? Nem is főzök. Az urad oldalán? Nem is te melletted. Jártál már hatban, Ilyenben te se. Ha nekem adod azt a sisakot, megtanítalak valamire. Mire? Hogyan kerülhetsz ki élve a csatából? Ha a sisakomat neked adom, akkor nem kerülök kiélve. Hát csak tartsd meg magadnak a tanácsodat, én is megtartom magamnak a sisakomat. Nevettek. A testőr hozzágyeszölte a hátát a sátoroszlophoz, mint a disznó. Nagy róka ez a görög, mondott az egyik. Ezt nem ugratott zsákba. A hunok különben is az úton is mindig csak harci fogásokról beszélgettek. Egyik azt mondta, hogy a harcos a lovában bízzék, a másik azt mondta, hogy csak is a lovától féljen, a sok ló elbukik vagy megijed, vagy beleugrik a veszedelembe. Némelyiknek próbált erejű amulettje volt, másiknak olyan kardja, amely már száz ellenséget küldött a más világra. Olyik embervérrel dörzsölte be a lova orrát, másik meg abban a kiáltásban bízott, hogy hopp, istenem, ördög az ellenség. Az ilyen tanácsok, bármi ostobák is, mindig érdekesek a háborús időben. Én csak azt tudtam, hogy a lovam csátnak a legjobb lovaiból való. A karom, ha nem is olyan erős, mint a másoké, az eszem mindig helyén van. Ahol azt látom majd, hogy veszedelmes az egészségemre az állapot, a lovamat félreugratom, visszarángatom. Hanetán közibe sodródok a rómaiaknak, lerántom a sisakom tarajáról a bőrt, a rostégomról a tollat, s ordítok latinul. Ha meg azt látom, hogy a hátán vagyunk az ellenségnek, én ordítok a leghunabbul, húj, húj a kutyafáját. És én dolgozom majd legserényebben. A fő a tanú vagy a levágott fej. Azon a napon mégis, hogy a tengernyi ellenséget láttam, valami hideg sugallat járt a fülem körül. Zéta, itt maradsz. Sok ezer ember marad itten, hol a bizonyosságot, hogy élve kerülsz ki a veszedelemből. Délután még mindig helyezkedett a római hadsereg. Látni lehetett, hogy a bőrpajzsos vizigótok barna vonala kanyarodik elő. Azokat is az első sorokba viszik. A mi táborunk is egyszerre megcsördül. Hírjét, hírjét! Ide, ide! Hallom a gót tisztek kiáltását. és megindulnak a gótok. Hosszú vonalban kígyóznak elő a sátorok közül. A tisztek egymás után tűnnek elő a fekete arcú akrán, a kékszemű, hóbortos enyszárn, a szaporán lépő filleinsz, az örökké mosolygó, sodrot bajszú fiszkja, aztán jöttek a többiek is. Gilta, Nikils, Milit, Nuta, Roix, Savil, és a fiatal Skura, akinek mindig félfülön a süvege, táncolt tegnap dudaszó mellett. Akkor már, hogy a római sereg elhelyezkedett, Attila a vizigútokkal szemben a maga osztrogótjait állította. Pokoli gondolat, testvért testvér ellen. A vizigótok gyűlölték az osztrogótokat, hogy miért nem tartottak velük, mikor megszöktek Attilától. Az osztrogótok szintén gyűlölték a vízigótokat, azt mondták, hogy meghódolni, azután megszökni gasság. Ellenség ellenséggel megbékülhet a hadban, de testvér a testvérrel nem. Káin fegyvere a leggonoszabb. És így harcolhatnak majd egymással az alánok is. Középen a hunok maradtak, fekete és fehér hunok együtt. Ardarikot a gepidákkal jobbra állította Attila. Oda kerültek a kazárok, a jászok, kvádok, rugok és szarmaták is. A rómaiak válogathatnak majd a névfajokban. A herulokat nem látom, szólalt meg mellettem szabad görög. Északnak küldte Attila őket, felelte a verejtékét törölve a gazdám. A magyarjaikkal együtt a hátába kerülnek a romainak. Egy dárdalövő gépet vontattak el mellettünk nagy zörgéssel, hatökör húzta. Már akkor mindenfelé rendezték a gépeket: dárdalövőket, faparittyákat, kőhányókat, gépíjakat. A parítjás népfajok a szekerek tetejét szállották meg. A tömött zsákok, hordók és bugyrok tetején vígan dolgozhattak. A szekerek előtt a lándzsás alánok és kaszás gelonok ültek. Azok majd csak akkor elegyednek az aratásba, ha az ellenség a szekérvonalig hatol. Azt gondoltam, hogy még azon a napon megkezdjük a harcot, de nem. Csak helyezkedtek egymás mögé, egymás elé, ahogyan Attila rendelte. Beesteledett mintha az eget korommal festették volna be. Az őrtüzek kigyulladtak mind a két sereg előtt. Az őrségek olyan közel álltak egymáshoz, hogy átlőhették volna egymásra a nyilaikat. Az utolsó parancs azon az estén az volt, hogy a síposok és kürtösök hallgassanak, s mindenki korán térjen pihenőre.